Gazdasági értelemben ez nem egy működő beavatkozás, de egyszerűen, egyszerűen mi lenne? Tehát tényleg az a kérdés, hogy ha holnap ezt megszüntetnénk, akkor itt valami óriási baj lenne belőle. Bizonyos sapkákat szerintem indokolt néha használni, de szerintem sokat másképp kellett volna csinálni, és és hát nagyon sokszor nem a gazdasági racionalitás az oka annak, hogy ilyet bevezetünk, hanem egyszerűen csak a társadalmi stabilitás. Igazából a középosztálynak én Magyarországon csak a főső 30%-ot nevezném európai összehasonlításban. Az a magyar társadalom alsó 70%-a, az nem él középosztálybeli szinten. Úgy tűnik, hogy a világban az élelmiszerinfláció már enyhül, tehát hogy azt látszik, a, a, az ensz van, a, a fao van egy ilyen élelmiszerárindexe, az is úgy tűnik, hogy már az emelkedés ott vége. Tehát van egy csomó jó hír, ez azt sejteti, hogy jövőre azért talán-talán már tetőzik, és, és az év végére vissza tud csökkenni, ez nem azt jelenti, hogy az árak mennek vissza. Ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez azt összesen annyit jelenti, hogy az emelkedésük talán-talán véget ér. Köszöntöm a Napi podcastjének nézőit és hallgatóit. Ma gazdasági évértékeléssel foglalkozunk, ehhez pedig vendégünk Pogács az közgazdász. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam. a Köszönöm, köszönöm a megkíván. Azt gondolom, hogy nagyon hosszan lehetne beszélni a 2022-es gazdasági évről, hiszen nagyon sok olyan tényező van, ami befolyásolja azokat a folyamatokat, ami a gazdasági élet szereplőit érinti, vagy általában a, a gazdasági életet. Nézzük meg először, hogy mik azok a tényezők, amik leginkább hatással voltak, akár a számokra, akár az eredményekre, akár a fogyasztói jelenségekre. Szerintem, hogyha a 2022-es évről beszélünk, és hogyha vissza fogunk nézni pár év múlva, mindenkinek azt fog eszébe jutni, hogy infláció, 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 ez volt a sláger témája egyértelműen ennek az évnek. A magyar inflációs adat az pedig kirívóan magas, még a térséghez képest is, tehát hogy a magyar fogyasztók számára ez aztán pláne fókuszban volt, de ez egy világjelenség, tehát az egész világgazdaságban szinte, majd fogok mondani egy-két érdekes kivételt, Japán, Kína talán, ahol, ahol nem annyira, de a nyugati világban mindenhol elég jelentős infláció volt. És ugye ennek az okozója az elsősorban az energia árak robbanása, tehát hogy a globális inflációt tolta az, hogy hát főleg a gáz, de az olaj és az áram esetén is egy, egy iszonyatosan nagy ugrás volt az év elején, az év közepén tetőzött, és aztán utána egy visszafelé korrigáló tendenciát látunk. Most már úgy azért a a háború, az orosz invázió kitörése előtti árakra visszakorrigált, például a gázár. Tehát ebből a szempontból jó hír az, hogy normalizálódni látszik a helyzet. Ha az energia ára magas, akkor abból adódóan az élelmiszerek ára is megy fölfelé, hiszen a modern mezőgazdaság az rettentően energiaintenzív, ezen belül is nagyon erősen műtrágyaintenzív, ami megint csak gázfüggő de hát ugye nyilván ott a szállítani kell, meg fűteni kell, tehát hogy rengeteg szempontból az energia árasztója az élelmiszer is fölfelé. Aztán volt például globális chip hiány, meg van is tulajdonképpen. Tehát Azt még ez még a, a pandémia időszakában. A pandémia ráadó. összezavarta a, a termelési láncokat. De hát kiderült például az, amit nem tudtunk korábban, hogy gyakorlatilag egyetlen egy ország, egyetlen egy cége gyártja az összes high-end chipet a világ számára. Ez a tajvani TSMC nevű gyártó, tehát olyan szinten koncentrálódott a piac, és a teljes világgazdaság ettől az egy gyártótól függ. Tehát ez is egy iszonyú érdekes téma önmagában. És hát szállítmányozási árak is fölmentek, mi itt ugye a Shanghai-Rotterdam indexet szoktuk nézni, mert hogy nagyon sok mindent Kínában gyártanak, annak el kell jutnia Európába. Ez az index 10-valahány szorosára ugrott hirtelen a szokásos árhoz képest. Tehát ha az ember ezeket összerakja, energia, élelmiszer, csipek, szállítmányozás, ez megmagyarázza a világban lévő magas inflációt. Az, hogy a magyar infláció még ennél is magasabb, azt elsősorban az euróforint forint árfolyamának a a, a a gyengülése. Tehát ugye több, sokkal több forintot kell ma már adnunk az euróért, mint egy évvel ezelőtt. Ez megmagyarázza nagy részét annak az extra inflációnak, ami Magyarországon létrejött, de mondom, hogy nagyjából kétharmada a magyar inflációs adatnak az, az a világgazdaságból adódik, egyharmada pedig abból, különlegességből, hogy Magyarország sokkal kitettebb energiapolitika szempontjából, mint a többi ország, és kisebb a valuta tartaléka, tehát az a sérülékenység, ami Magyarország esetében az euróforint árfolyamot 360 környékéről egy ponton 4-30-ra is elvitte. Az elsősorban ebből a kombinációból adódik, hogy nincs még egy olyan ország Európában, ami ennyire foszilis függő, azon belül is gázfüggő, azon belül is orosz gázfüggő, tehát egyetlen egy országtól függ, és ennyire alacsony lenne a valutatartaléka, Az a kettő úgy függ össze, hogy Magyarország gyakorlatilag az összes energiáját importálja. Tehát mivel nem történt meg Magyarországon a zöld átmenet, nem lettünk fenntartható gazdaság, de első indultunk szinte az energiapolitika tekintetében, mi mindent importálunk. Ehhez ugye, mivel a GDP-nket forintban termeljük, azért nekünk folyamatosan át kell váltani euróra, rubelre, valamire, hogy importáljunk. És ugye akkor fölmerül az a kérdés, hogy mennyi valuta van egy országban, tehát ez elégséges-e arra, ebből egyrészt kell fizetni a lejáró adósságainknak a törlesztő részleteit, másrészt pedig ebből kell importáljuk az eurót. Most ugye akkor az úgy, mert úgy vetődik föl, hogy az a valutatartalék, ami van egy országnak, az megfelelő fedezetet biztosít -e arra, hogy írtózatosan, tehát mondjuk Magyarország esetében, hogy körülbelül a csúcson olyan 7-szeresére emelkedett az az összeg az elmúlt évtizedhez képest, amit idén energiaimportra kellett költenünk. Elsősorban azért, mert fölment az energiára, másodszorban meg azért, mert az euróforint árfolyama is gyengült, viszont azzal, hogy váltottuk tovább, azzal tovább gyengítettük meg azzal, hogy <coughs> ennyire sérülékenyek vagyunk, ezzel tovább gyengítettük ezt az euróforint ami még drágábbá tette ezt az importot, és ez a kettő együtt, ez rendkívül sérülékenyé tette Magyarországot, extra európa gyengülés, ez pedig extra inflációt hozott. Meddig tudott segíteni ezen a kamatemelés, a Nemzeti Bank Szerintem sem eddig. Tehát, hogyha megnézi az ember, ugye a jegybank először azt mondta, hogy szeretné a kamatemelésekkel visszafordítani az euróforint árfolyam gyengülését és az inflációt megállítani. Egyre gyorsabban, egyre nagyobb léptékekben emelték a kamatot. Ha valaki követte az euróforint pályáját, akkor ez először olyan három napon belül olvadt el ez a hatás, majd utána a napon belül. Tehát a nagyobb kamatemeléseknél már napon belül eltűnt tűnt az a erősödés, ami, 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 egy, egy kamatemelést követett. 12-3 százalék környéken egyszer csak megállt a bank és belátta, hogy ő nem tudja azt az inflációt kezelni, amit nem ő okoz. Tehát nem azt mondom, hogy egy bank valamit rosszul csinált volna, azt csinálta, amit ilyenkor a főáramú neoklasszikus közgazdaságtan előír számára, próbált meg kamatemelésekkel vonzóbbá tenni a forint eszközöket, és letörni az inflációt azzal, hogy csökkentett. Tehát ugye, ha emelem a kamatokat, akkor kisebb esélye vesznek fel a vállalatok hitelt, és akkor a gazdasági túlpörgés adott esetben csökkenthető lenne, amennyiben ez az infláció az a gazdaság túlpörgéséből adódna, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy megértsük, hogy ez az infláció most nem abból adódik, hogy túlpörgött a gazdaság, és túl sokan akarnak venni ugyanazt az eszközt, ez egy kínálati oldali infláció. Tehát ugye nagyon fontos megérteni a különbséget a között, hogy hirtelen nagyon megemelkedik valami, mondjuk a fogyasztás, másik oldalról pedig ugye, amit az előbb mondtam, energia, csipek, élelmiszer, szállítmányozás, ez egy kínálati oldali infláció monetáris politikai eszközökkel, amit a jegybank csinál, a matemelés, nem tudom befolyásolni a kínálati oldali inflációt, az ott marad a rendszerben. Ez egy energiapolitikai kérdés, tehát akkor állna meg ez az infláció, akkor állna meg a forint gyengülése, ha Magyarország energiapolitikailag váltana. Leválna részben legalábbis Oroszországról, leválna részben legalábbis a foszilisekről és a gázról, és egy nagyon radikális dekarbonizációs programot valósítana meg. Ez mit jelent a gyakorlatban? Épületszigetelések, írtozatosan rossz a magyar épületállománynak a szigeteltsége, <coughs> hőszivattyúk, ugye mindenki tudja, hogy Magyarországnak óriási potenciálja van csak nem csináljuk, szélenergia, és egy csomó fenntartható. Tehát ha ezt a lépést, amit amúgy is meg kéne lépnünk a klímaváltozás miatt, ha ezt meglépnénk most radikálisan, akkor, akkor le ezzel lehetne tulajdonképpen azt az energiafüggetlenséget megvalósítani, ami egy valódi megoldás lenne és a, for, és a forint gyengülését megállítaná. A jegybank itt igazán nincs lépésben. És akkor ugye Matolcsi György jegybank elnök ezen a ponton azt mondja, hogy megállunk a kamatemelési ciklussal, mindenki csodálkozik, hogy hogy-hogy, hiszen egy bank nem érte el a célját, majd két héttel később egy hatalmasat rántanak fölfelé még a, a, kamaton, most ugye 18% környékén van az a kamat, ami az igazán fontos, és, és eltűnik. Tehát azt látjuk, hogy ugye nagyjából annyit tudott a jegybank elérni, hogy szinten marad a forint, tehát valahol 400 és 420 között nem gyengül tovább, de miért? Mert közben a gázára hatalmasat zuhan. Tehát ha azzal együtt, hogy a gázára most már megint benézett 100 euró alá, tehát egy óriási csökkenéssel együtt csak azt tudja elérni egy 18%-os kamatszinttel a jegybank, hogy nem gyengül tovább a forint, akkor képzeljük el, mi történt volna, hogyha mondjuk nem gyengült vissza volna, vagy nem, nem csökkent volna vissza a gáznak az ára. Tehát ugyanezzel a kamatemeléssel hát egy tovább gyengülő forintot láttunk volna. Tehát én azt mondom, hogy ha ezt, ezt így együtt nézzük egy képben, akkor a kamatemeléseknek nem volt hatása. Nem a kamatemelés állította meg az euróforint gyengülését, hanem a gázárának a csökkenése. És ez nagyon-nagyon veszélyesnek tűnik nekem. hogy azt se felejtsük el, hogy ez ugye a másik oldalon meg azt jelenti, hogy ugyanaz a kamat, az ugye a hitelezésnek is a kamata. Tehát hogy az egyik oldalon próbálok valamit csinálni, amit nem érek el, de a másik oldalon meg baromira megerősítem, ugye megemelem a a hitelezésnek a költségeit, nem véletlen, hogy erre is sapkát kellett dobni azonnal. Tehát ugye az, hogy itt van egy mesterségesen alacsonyan tartott hitelezési szint. az azért van, mert piaci szinten ma 18% lenne a kamat. És ugye melyik az a magyar vállalkozás, ami mondjuk egy 18%-os szintet ki tud gazdálkodni? Ezért egy csomó kamatot 7% környékén maximalizáltak. De hogy ez kellett ahhoz, hogy itt ne legyen óriási baj a hitelezési oldalon. Beszéljünk még kicsit a sapkákról, az árakról és majd a bérekről is, illetve az RBS spiráról, de mondjuk az ársapkák azok mennyiben befolyásolták a gazdasági mutatók valóságtartalmát? Szerintem először is érdemes különbenni, mert legalább négy fajta sapka van. Ugye az egyik ez a benzin ársapka volt, a másik az élelmiszerek, a harmadik ez ugye a rezsicsökkentés, az is egy sapka volt, vagy részben még van. És a negyedik pedig ezek az ilyen, amiket az előbb említettem, tehát ez ilyen kamatsapka, meg hitel, moratórium, meg ezek, ezek is. Nyilván ilyes... a fogyasztói oldal az ugye az élelmiszer és az üzemanyag. Igen, az de az, 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 embereknek nagyon az embereknek meg a cégeknek nagyon fontosak ezek az ilyen kamatsapkák is tulajdonképpen. Szerintem ezeket érdemes különvenni. A benzinnél én értem a logikát, hiszen hogyha mondjuk kívülről jön az infláció nagy része, és én nem tudok belülről mit kezdeni azzal, hogy ugye az energiára az emelkedik a világpiac, mi nem vagyunk energia előállítók, tehát ha nem függetlenedünk, és nem vagyunk hajlandóak, tehát ugye ez egyben ez a magyar kormánynak a döntése lenne, hogy függetlenedjünk végre energia szempontjából mindenkitől, nem csak az oroszoktól, hanem ugye az európai Uniós alternatíva jelenleg az az Egyesült Államok, Kanada, hosszabb távon Katar, de mi tőlük is függetlenedhetnénk, hogyha megcsinálnánk a dekarbonizációt. Tehát itt az óriás. De ez nem egy egynapos dolog. De a többi sem. Tehát az, hogy mondjuk ugye most mit csinál az Európai Unió, azt csinálja, hogy megépít kapacitásokat, amivel az orosz földgáz kiváltja cseppfolyósított gázzal. Ehhez dekompresszor terminárok kellenek, ehhez vezetékek kellenek, interkonnektorok kellenek, hogy ne soroljam. Ez ugyanúgy beruházás, ugyanúgy rengeteg pénz. Ugyanebből a pénzből meg lehetne csinálni azt, hogy a, keresleti oldalt csökkenteni, tehát hogy Magyarországon csökkenteni kéne az energia felhasználásunkat. És akkor itt ugye visszatérünk a benzinásapkához, mert hogy az volt a többenet, benzinásapka időszakában Magyarország volt az egyetlen Európai Uniós ország, ahol nőtt a benzin kereslet. Tehát energiaválság közepén, klímaváltozás közepén növekvő benzin üzemanyag felhasználás az nagyon-nagyon problémás. Az Európai Unió többi országában nagyjából stabil volt, az se jó, mert igazából csökkenő kellene, de Magyarország volt az egyetlen, ahol nőtt. És ez egy csoda tulajdonképpen, mert ha belegondolunk, ez nem az volt, hogy a sapkával együtt olcsó volt a benzin, tehát a korábbi évekhez képest de amúgy drágább volt a benzin, csak az emberek azt érzékelték, hogy ugye a másik konzolon ott volt egy drágább bár, ahhoz képest ez a benzin ez olcsóbbnak tűnik, meg mindennek megy fel az ára a gazdaságba, ahhoz képest az olcsóbbnak tűnt. És valamiért az ez ember. Ez egy pszichológiai kérdés. Ez egy pszichológiai kérdés, tehát ugye a viselkedés közgazdaságtan az ismeri ezt az esetet, hogy bár tudjuk, észre tudjuk, hogy az effektíve egy magas ár, hiszen emlékszünk még az elmúlt évekre, de van egy ilyen összehasonlító hatás az agyunkban, hogyha valamit venni kell, hogyha minden másnak nagyon drága, akkor benzint veszek. De én szerintem az is benne van, hogy azért vastagon vitték külföldre. Igen, igen, igen. Tehát, hogy az is benne van, hogy csempészték a szomszédos országokba. Az Át se zár... Átjártak tankolni. Az... A... Átjártak tankolni, azt se zárnám ki, hogy stokkolták sokan, tehát hogy volt vannak, tehát hogy azért mégiscsak az olajszűkítés országában élünk, nem zárnám ki, hogy a jelentős ne tározókat töltöttek vele, tehát hogy valami így összejön, hogy hogyan, de de nőtt a kereslet. Most ugye az a probléma szerintem, kinek lenne igazán szüksége a benzinásokkára, a kis- és középvállalkozóknak. Tehát a kis- és középvállalkozó relatíve olcsón tud szállítani, az ugye nem épül akkor be az árakba, és itt csak. Ezt en... arabég meg is volt. Nagyon rövid ideig volt, majd kivezették, és a lakosságnak adtak támogatást, ami aztán tényleg nagyon szükségtelen. Tehát az, hogy emberek autópályákon autózgassanak SUV-kkal fölöslegesen, én azt gondolom, hogy a klimaváltozás és, a, és a, 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 az energiaválság közepén ez nem oké. Vannak emberek, akik rászorulnak arra, hogy autóval járjanak munkába, de nekik viszont lehetett volna adni e, szociálpolitikai támogatást. Tehát ha fölmegy a benzin ára, piaci áron adjuk a benzin, abból az államnak több jövedéki adója származik, ezt vissza lehetett volna osztani azoknak, akik kényszerből autóznak, de az, hogy támogassuk e, hatalmas autók nagy valószínűséggel részben indokolatlan autózgatását, én azt gondolom, hogy ez nem oké. És nem támogatjuk azokat a vállalkozásoknak, vállalkozásokat, akik viszont muszáj, hogy fuvarozzanak. Szóval, hogy ez pont fordítva csinálta. És ez hozott is egy aranyátródást mondjuk a gazdasági mutatókban, vagy, vagy a gazdasági Területen? Hát ö, ö, dobta az inflációt, tehát ugye az, hogy a vállalkozásoknak nőtt a, ők ugye piaci áron vették a benzint, és ez dobta az inflációt, ez biztos, majd ugye amikor kivezették a lakosságét, akkor ez megint dobott egyet az infláción, ez ugye majd csak a következő hónapok adataiban fog meglátszani, ahol ugye hát egyik pillanatban a másikra e, jelentősen, tehát egy jelentős tételnek a kiadásunk egy jelentős részének megemelkedett az ára, tehát az önmagában dob egyet az infláción. Ettől egészen eltérő szerintem az élelmiszerek kérdése, mert hogy a magyar lakosság egy része kiározódott az élelmiszerpiacról. Szerintem ezt érdemes egyébként kirakni az asztalra, hogy mi lenne a magyarok egy jelentős részével, ha nem lenne élelmiszerársapka. Tehát miközben gazdasági hatása valószínűleg nem sok volt abban az értelemben, hogy az élelmiszerárak Magyarországon emelkedtek a legnagyobbat, 43 százalék környéken emelkedtek, míg azért, hogy Nyugat-Európában, vagy általában Európában inkább ugye 20 az is nagyon magas, de egy nálunk több mint dupla volt az emelkedés, tehát nem fogta meg az élelmiszerár emelkedését az élelmiszerár sapka, de és szerintem iszonyatosan fontos lenne, hogy azt végigbeszéljük, hogy mitől emelkedtek Magyarországon 43 az élelmiszer árak, mert itt valójában nagy valószínűséggel az történik, hogy az élelmiszer termelők hatalmasat emeltek. Tehát, hogy ez, itt egy, ez, egy, ez egy profitabilitási kérdés, és ezzel kezdeni kell valamit, mert hogy a magyar társadalom jelentős része kiárazódott. Tehát én rendszeresen beszélgetek élelmiszer cégek vezetőivel, akik azt mondták, hogy az ő felméréseikben az látszik, hogy a, 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 a jól kereső rétegeken kívül ma már nem tudják megvenni a magyarok a húst, a sajtot a zöldségeket, a gyümölcsöt. Na most milyen táplálkozás lesz az, ahol a magyarok jelentős része az alapvetően listán fog élni, meg cukron. De egy cukor sincsen sokszor. Hát a következő Tehát a az egészségügyi. Egészségügyi problémák jelentős része lesz ez. Meg hát milyen életminőség az, ahol az emberek nem tudnak alapvető élelmiszereket megvenni. Tehát az, hogy itt van támogatás, E, zsírosabb tejen, ahol megfordult az arány a zsíros és a nem zsíros tej fogyasztásában egyébként, e, tehát ott valószínűleg jobb lenne a soványabb tejet támogatni, e, meg hát ugye Listen csirke ellen, ha jól emlékszem. Csirkefarhát. Csirkefarhát. Tehát hogy egy cukortojás. két ilyen tehát olyan alapvető élelmiszereken, amiket, amik nélkül a magyar társadalom egy része nem tudna megélni. Tehát ez egy politikai kérdés, egy, egy, stabilitási kérdés. Tehát gazdasági értelemben ez nem egy működő beavatkozás, de egyszerűen, egyszerűen mi lenne? Tehát tényleg az a kérdés, hogy ha holnap ezt megszüntetnénk, akkor itt valami óriási baj lenne belőle. A harmadik az ugye, a, és ez a legfontosabb, ez a csökkentés csökkentés Tehát ugye, ha így összegeiben nézzük a dolgot, ez potenciálisan a csökkentés csökkentés ez egy 3000 milliárd forintos tétel lett volna az importőr számára, hogyha nem vezetjük ki ennek egy jelentős részét. Tehát az a csökkentés, amivel ez elmúlt években volt, az olyan szinten fenntarthatatlaná vált, hogy, hogy muszáj volt lépni. De, de a többihez képest ez a messze-messze a, a, legnagyobb tétel. Tehát ez az, ami a leg... Így is nagyon veszteséges az importőr, de gondoljunk bele, mi lett volna, hogyha, hogyha, hogyha nem vezetik a rezsicsökkentést. Úgyhogy ott, ott muszáj volt lépni. A negyedik, ugye arról megbeszéltem, hogy hát muszáj sapkát rakni a kamatszintre is, mert ugye piaci kamatszinten ma nem tudna működni a gazdaság meg hát ugye ezek a mindenfajta hitelmoratóriumok, de azt se felejtsük el, hogy ezeket is egyszer ki kell vezetni, és az egy időzített bomba, hogy mi fog történni azokkal, akik mondjuk nem tudják fizetni a hiteleiket, de közben meg ugye a moratórium miatt az elhalasztódik, és ez egy akkumulálódó probléma ott a gazdaságban. Tehát, hogy én azt mondanám, hogy bizonyos sapkákat szerintem indokolt néha használni, de szerintem sokat másképp kellett volna csinálni, és, és, hát nagyon sokszor nem a gazdasági racionalitás az oka annak, hogy ilyet bevezetünk, hanem egyszerűen csak a társadalmi stabilitás. Az árbér spirálról beszéljünk még mindenképpen. Ugye azt már említette, hogy, hogy van azért egy, egy erős szakadék a, a, két réteg között, mondhatni talán a, a, szegényebb réteg és a gazdagabb réteg között, és valahol a közép sűrész rész az, mint hogyha eltűnt volna. A, a bérek a reál értéken vajon most mennyit érnek, illetve az inflációt hogyan követi le? Magyarországon sose volt igazából középréteg, tehát hogyha megnézzük ezt, nagyon érdemes összehasonlítani az Európai Uniós helyzettel, tehát hol élnek a magyarok az uniós összehasonlításban. És nagyon hosszú idő óta az a helyzet, hogy mondjuk, hogy hogyha sorba állítjuk a magyarokat 01-től ig és sorba állítjuk az európaiakat 1-től 100-ig, mind a kettő jövedelem szempontjából, akkor a 73. pozícióban lévő magyar, az alulról a 73. pozícióban lévő magyar, az nagyjából olyan szinten él, az azaz, hogy az árakhoz viszonyítva, tehát hogy már helyi árakat figyelembe véve, olyan szinten él, ahol az európai összehasonlításban körülbelül a 25. pozíció. Tehát össze-európai összehasonlításban azért, aki alulról a 25 azt nem nagyon szoktuk középosztálybelének tartani, az épp, hogy alulról súrolja a középosztály kategóriáját. Na, a 73. magyar az úgy él gyakorlatilag 15 éve, ami, ami nagyjából a 25. európai alulról és akkor utána van egy ilyen nagyon gyors megugrás. Tehát a főső 30%, ugye a századik magyar az pontosan ugyanúgy él, mint a századik európai, sőt lehet, hogy ő a századik európai, de ugye a 73-tól így konkaradik fölfelé a századikig. De 0-73-ig az a 0-25-ig az európai Isten. Tehát, hogy igazából a középosztálynak én Magyarországon csak a fölső 30%-ot nevezném európai összehasonlításban. Az a magyar társadalom alsó 70%-a az nem él középosztálybeli szinten, és ugyanezt mutatják egyébként a megtakarításokról szóló felmérések, ugye volt nem régen egy ilyen felmérés, mennyi megtakarítása van a magyaroknak, és kiderült, hogy 5 ötödüknek három-négy hónap után elfogy a megtakarítása. Tehát gyakorlatilag nincsenek megtakarításai a magyar társadalom jelentős részének. Ebben a helyzetben ugye mit jelent az infláció? Tehát ugye van egy hivatalos, átlagos inflációnk, ami körülbelül egy ilyen 23% környékén van mostanság. Van egy élelmiszerinflációnk, ami 45%. Mennyivel nőnek a bérek idén? Hát az a helyzet, hogy még az átlagos inflációval számolva is idén reálbér csökkenés lesz. Tehát sok-sok év reálbér növekedése után, hosszú éveken keresztül 7-8%-kal nőttek évről évre a, a, a bérek. Ha lenne olyan, hogy árbérspirál, ugye az árbérspirál azt jelenti, hogy az árak megugrása miatt az emberek gyorsan kiharcolnak maguknak magas béreket, tehát az inflációt meghaladó béreket harcolnak ki maguknak, Na, Erre vannak törekvések, csak a gyakorlatban. Igen, mindenki törekszik rá. Tehát, hogyha csak, ugye mindenhol azt láttam, hogy nő, nőnek a, az árak, akkor én is megyek, és szeretnék magasabb bért de, de nem fogok tudni, mert ugye ezt a 23%-ot, ezt nem fogják tudni kiharcolni Magyarországon senki, nem tagja szakszervezetnek, nem erősek a magyar munkavállalók. Tehát, egy reálbért is szenvednek el idén a magyarok. Ez biztos, hogy nem jelent árbér spirál. Az árbér spirál az egy mítosz. Nincs Magyarországon árbér spirál. Ami van, az az ár-ár spirál, vagy ahogy a jegybank nevezi profitabilitási spirál. 35%-os volt idén a profit növekedése a magyar vállalkozások körében. Tehát miközben van egy 23%-os infláció, a reálbérek csökkennek, a profit pedig 35%-kal nő, akkor ezért ezt elég könnyű eldönteni, hogy mi az, ami húzza az inflációt, nem a bérek, hanem a profitabilitás. Tehát, hogy a cégek próbálnak, egy, része csak próbálja tartani a profitabilitást, ami szintén teljesen érthető, csak ugye az a különbség, hogy még a munkavállalók nem tudnak kialkudni igazán az inflációt követő béreket, addig a vállalkozó az, az áraival most azt csinál, amit akar. Tehát mondom, rendszeresen beszélgetek vállalkozókkal, mindenki azt mondja, az összes ár mindenhol megy fel. Ha az összes ár mindenhol megy fel, akkor én is tudok árat emelni, mert a fogyasztóm vagy a vevőm a besz beszállítói láncokban nem fogja tudni, hogy mik most a reális árak, és őszintén szólva bármelyikünk magában néz, most nem tudjuk, mik az árak. Tehát megszoktunk bizonyos árakat, de azok már nem ott vannak. Állandóan rácsodálkozunk a boltba, hogy Jézusom ez ennyibe kerül, Jézusom ez annyiba kerül, és az egész gazdaságban így van. Magyarul én most bármilyen árat bemondhatok, és ezt mondják aktívan a vállalkozók, hogy most akár milyen árat bemondhatok, mert megadják, mert nem tudják, hogy mennyi. És ugye sokkal könnyebb árat emelni egy olyan környezetben, ahol amúgy is emelkednek az árak, mint egy olyan környezetben, ahol mondjuk ugye az elmúlt években jártunk defláció környékén is, tehát nulla közeli emelkedése az áraknak. Ha én akkor emeltem volna egyet, akkor az rögtön feltűnő. Most Senkinek nem fog feltűnni, hogy én is sem hisz mindenképpen. Tehát ez az, ami hajtja valójában az árakat, sokkal inkább egy ár árspirál van, mint egy erdős És akkor beszéljünk a jövőről, még nem látom a varázsgömböt, de azért a 2023-as évre beszéljünk egy kicsit. Mire lehet számítani? Csökkenhet-e az infláció, illetve az orosz-ukrán háború mennyiben befolyásolja ezeket a folyamatokat, illetve az uniós szankció hmm. mennyiben? Hát szerintem most olyan korban élünk, olyan ez, mint amikor az ember vezet az autópályán, és az autója óráig nem lát el. Tehát az előtte levő kocsi sem nagyon látszódik ki. Azt megválaszolni, hogy az orosz-ukrán háborúval mi lesz, és ebből adódóan az energiárakkal mi lesz, szerintem aki erre bármit válaszol, az, az bolond. Tehát a ugye, varázsgömb is kevés az. Nincs, nincs, nincs varázsgömb, nincs, nincs előrelátás. Maximum annyit tudunk tenni, hogy mondjuk tudunk olyanokat említeni, amire figyelni kell. Én itt kiemelném azt, hogy ugye, bár azt mondtam, hogy a gázára most már visszakorrigált, de ugye ez azért van, mert a tározókat föltöltöttük sikeresen, és az Európai Unió levált így a mi térségünkön kívül, tehát a magyar, szlovák, cseh, osztrák kis bezárt kívül leváltak az oroszokról. De ugye ez azt is jelenti, hogy a következő évben úgy kell majd föltölteni a gáztározókat, hogy orosz gáz már nem lesz, idén volt, most nem lesz, Katar még nincs, mert a katariak elő, eladták sok évre előre a gázt. Tehát Katar és Oroszország nélkül kéne jövőre újra tölteni a tározókat. Megint indul a verseny márciustól hogy betározni itt És nagyon sokan arra várnak energiapolitikai szakértők között, hogy ez a helyzet viszont megint meg fogja emelni az energiárakat. Tehát most éppen egy kegyelmi állapotban vagyunk, Alig van tél, tehát ugye azért azt is tegyük hozzá, hogy írtózatosan nagy szerencsénk volt abból a szempontból, hogy hát itt ülünk karácsony szilvesztel környéken, és olyan időjárás van, mint egy ilyen késő őszi időszakban. Azt hiszem 3-4 fagyos nap volt összesen eddig ebben a télben. Óriási szerencse. Visszagyengült a, 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 az energiaár, jön lefelé a szállítmányozására is úgy tűnik, hogy a világban az élelmiszerinfláció már enyhült, tehát hogy azt látszik, az ensz van, a fao van egy ilyen élelmiszerár indexe, az is úgy tűnik, hogy már az emelkedésnek ott vége. Tehát van egy csomó jó hír, ez azt sejteti, hogy jövőre azért talán-talán már tetőzik, és, és az év végére vissza tud csökkenni. Ez nem azt jelenti, hogy az árak mennek vissza. Tehát ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez összesen annyit jelenti, hogy az emelkedésük, talán-talán véget ér. De mondjuk ugye miközben a benzinára az persze tud fölfelé-lefelé ingadozni, tehát az, nagy valószínűséggel nem ezt olcsó benzin sose, de mondjuk a nagyon drága benzin az vissza tud korrigálni, de hogy az élelmiszerek nem fognak, az biztos. Tehát, hogy ha egyszer egy élelmiszer termelő sikerrel ezt az árait egy bizonyos a szintre, élelmiszer. ő nem fogja csökkenteni, maximum szóval megvárja, hogy sok-sok év alatt fölzárkozzanak a bérek hozzá. Tehát olcsó élelmiszer, olcsó benzin nem nagyon várható már viszont azt talán a maximum, amit remélhetünk, hogy az emelkedése az áraknak az alább, hogy, hogy megáll a jövő évben. De mondom, ehhez kéne tudni azt, hogy mi történik a tározókkal, kilát Putyin fejébe, hogy ugye hogy a, ő csak ő tudja ezt a háborút. Tehát az, az ukránok egy oldalon nem tudják abba hagyni a háborút, ez csak Putyin tudja abba hagyni. Ott meg ugye nem nagyon látok olyat, hogy ő most bevallaná, hogy tulajdonképpen elveszítette ezt a háborút, vagy legalábbis nem nyerte meg, ezt nem fogja megtenni. Tehát simán lehet, hogy ez egy elhúzódó konfliktus lesz. Úgyhogy, és hát ugye még egy dolog, azzal, hogy emeljük a kamatokat világszerte, nem csak Magyarországon, ezzel előállítunk mesterségesen egy recessziót. Tehát én ilyet még nem hallottam, hogy azt mondanák gazdaságpolitikusok, közgazdászok, hogy szükségünk van egy recesszióra. Tehát régebben ez úgy volt, hogy hát csináltunk valamit, és hát nagyon sajnáljuk, de a végén recesszió lett. Most konkrétan arról beszélnek, ami szerintem írtózatosan felesleges és káros, hogy csináljunk már egy recessziót, hogy préseljük ki a rendszerből az inflációt. Mit akarunk csinálni? Fölemeljük a kamatokat, ezzel a gazdasági tevékenységet visszaszorítjuk, a keresletet szorítjuk vissza, és a kisebb kereslet miatt ugye ezek a kínálati oldali sokkok nem annyira sokkok, mert kevesebbet is keresünk abból, amit nem tudunk, amiből nem tudunk eleget gyártani. Ez egy recesszió recept, egy rece... mesterségesen elállított recesszió. Én meg azt mondom, hogy nem, nem, nem szükséges recessziót csinálni, ha az energia, ugye ez a gáz, amiről beszélünk, nincs elég gáz, nem tudunk elég, akkor, akkor ugye csináljuk meg azt az energiapolitikai fordulatot, hogy még egyszer épületszigetelés, a fenntartható energiaforrások, szél, hőszivattyú, stb. Ezzel ugye munkahelyeket teremtünk, tehát rengeteg magyar ember, magyar cég meg tudna abból élni, hogy épületeket szigetelnek, hőszivattyúkat szerelnek be, nincs recesszió, hiszen teljes foglalkoztatás van, és átállunk egy olyan hosszú távon fenntartható energiapolitikai modellre, ami még a függetlenségünket is garantálja, tehát nem leszünk kitettek. Ha legközelebb fölmennek az árak a világpiacon, akkor Magyarország azt mondhatja, meg a magyar háztartások, meg a magyar cégek, hogy minket ez már nem érint, mert mert lejöttünk a külső energiáról. Ha ezt meg tudnánk csinálni, vagy meg akarnánk csinálni, akkor egyáltalán nem lenne szükség recesszióra. Az infláció mértékben mire lehet számítani? Hát ha számot kell mondani? Nem mondok számot, mert hogy ez, az a, ne, ne, ez, az a, ez az a pont, ahol tényleg mondom, tehát így szerintem két hétre előre nem látunk. Tehát, ha valaki megnézi mondjuk az energiáraknak az ingadozását, mondjuk az utóbbi egy hónapban ugye egyszer lejött 150 környékéről 100-ra, majd visszament 140-re, majd most megint 100 alatt vagyunk. Tehát gyakorlatilag mondjuk mire ez a podcast adásba megy, már lehet, hogy egészen más árak vannak. Egyszerűen nem azért nem mondok, mert, mert, mert nem tudom, gonosz vagyok, egyszerűen nem látunk előre. Tehát még egyszer az a helyzet van, hogy megyek az autópályán és akkora köd van, hogy, a, hogy, az, hogy az előttem levőt nem látom, nem, hogy az, hogy most hány kanyar lesz meg. Köszönöm szépen, Köszönöm hogy szépen. itt volt. A Köszönöm. nézőknek, hallgatóknak pedig a figyelmet. Köszönöm viszontlátásra.